Morosz Tamás atya, bodajki segítő Szúz Mária templom plébánossa ül velem szemben a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenekkel, amen. Utoljára, amikor a bodajki plébániáról hallottunk, akkor a hírnökben volt egy riport arról, hogy hamarosan megújul 2019-20-as esztendőben a templom. Hol tartanak most a munkálatok? Ez év április 1-én, 2019 április 1-én elkezdődött ez a beruházás, amely jelenleg is tart, talán túl vagyunk már a felén. Jövő nyárra szeretnénk, augusztusra, hogy teljesen elkészüljön. Az építőipari munkák nagyon jól haladnak, az az első ütem, amelyben a külső megújulás, belső építőipari munkák elkészülnek, és ehhez kötődik a kegyoltár, a belső barokk bútorzat visszaépítése, amely nyilván csak az építőipari munkák után kezdődhet el, az orgona megújításával zárva, és így szeretnénk augusztusra teljesen megújulni, kitakarítva, megszépülve fogadni a kedves ide érkezőket, hozzánk érkezőket. Akkor is láthattunk látványterveket, Tamás atya most is hoztál nekünk, biztos már mutatják a kollégák. Lesz valami eltérés az eredeti tervekhez? Azt gondolom, hogy minden építkezés kapcsán jönnek el olyan kérdések, amik miatt változtatásokra szükség van. Gyökeres nagy változtatás nem lesz, azonban apró dolgokban tudtunk előrelépni, egyrészt az örökségvédelmi hatósággal folyamatosan egyeztetve, másodszorban pedig olyan praktikus dolgok jöttek elő, találtunk is dolgokat, például egy befalazott barokkoltárt, amely nyilván új helyzetet adott és új gondolatok elé állított bennünket, hogy hogy oldjuk meg. Erről egyébként nem is volt egy írásos említés, ahol senki nem tudta, hanem a felújítási munkálatok során derült ki, egyébként a felvételeket láthatják a nézők. Igen, a kett templomon belül akartunk egy új ajtót nyitni, ahol látszott, hogy volt ajtóbélés, hiszen elvált a fal, és amikor kibontottuk ezt az ajtóbélést, egy befalazott, gyönyörű festett belső oltárfülkét találtunk, amelyet már nagyon korán befalaztak, mint ajtóként, és kialakítottak ott egy oltárt, és ezt utána megint befalaszták még egyszer, a két fülke között lévő légrés volt elzárva, amit nem tudtunk, és ez egy új helyzetet állított elő. Nyilván ott nem lesz ajtó, mert nem fogunk ajtót nyitni egy olyan helyen, ahol egy gyönyörű barokk oltárfülke volt. Viszont kaptunk egy nagyon gazdag festett, díszített részt, amely nagyon szép éke lesz a kegy templomnak. Ez biztos hihetetlen élmény volt, és számítottak rá, hogy ott lesz valami meglepetés, de ezért egy barokkori festményt, egy oltárképet, ez nem minden nap talál az ember, úgyhogy gondolom, hogy a munkások is ott voltak, talán még művészettörténészek, restaurátorok is, vallási egyházi vezetők. Igen. Várták ezt a pillanatot. Igen, ez azért nem egy oltárkép pontosabban, hanem az oltárkép melletti díszítő festmények voltak ezek. Maga az oltárképnek a helyét látjuk, volt ott egy kép vagy szobor, valami drapéria is lehetett, mert a szögek nyomát lehet látni. De az a bent lévő díszítő festészet vagy festmény, ami ott van, és valóban a restaurátorokkal együtt tártuk fel, ahogy összedte ki a téglákat, tehát ez nem is egy építőipari munka volt, hanem egy restaurátori feladat. Rögtön látszott, hogy egy jóval korábbi, és talán mondhatjuk értékesebb festők is vannak bent, vagy festmény töredékek vannak bent, 1730-40-ből már ott festett rész volt, az egész templomot 1780-ban festik ki, és ami még érdekesség, ha ennyire rátértünk erre az oltárfülkére, hogy az ott befalazott részre 1780-ban ráfestettek. Tehát mi nem is gondoltuk, hogy ott mögötte lesz valami, hiszen a rajta lévő festmény is barokkori vagy késő barokk, és azt pedig leszettük úgy, ahogy van azt a képet, most egy hordozó, egy 1 cm vastag vakolaton egy hordozón van, és ezt a képet is szeretnénk majd megmutatni, hogy hogyan lehet majd 3 négyzetméteres vakulatot úgy leszedni, hogy a kép egyben marad, és egy 1 centi vastag hordozó lemezen, meg 1 centis vakulaton láthatják az emberek, hogy hogy néz ki ma egy ilyen festmény, és hát valóban maga csak a festmény látható a vakulat tetején. A bodajki hívek is ennyire izgatottan várják már a 2020-as esztendő, többek között azért, hogy a templomot felújított állapotában használva vehessék? 2016 őszén kezdődött az egész felújítási folyamat, amikor a kegyoltárt elbontottuk, és Budapestre szállítottuk restaurálás miatt, és akkor nagyon csorbult a templom, nagyon hiányérzet van, hiszen egy 12 méter magas szinte a görög egyháznak az ikonosztáz jellegű, méretű, stílusú oltár része volt lebontva, és nagyon üressé vált a templom. Most már lassan 3,5-4 éve, hogy tulajdonképpen a templom üres, úgyhogy nagyon-nagyon várják a hívek, és várjuk, hogy ez az oltár újra díszítse a templomot. És nyilván ez az oltár visszaépítése lesz az utolsó pont, mert közben pedig a építőipari munkálatok zajlottak, a tervezés folyamata,
Maga az oltár meg lett volna már jóval korábban, csak közben kaptunk a magyar kormánytól olyan támogatást, ami lehetővé tette, hogy akkor szépítsük meg az egész kegyhelyet, újítsuk meg és gazdagítsuk különböző elemekkel, különböző lehetőségekkel. Hogyan zajlik így az adventi felkészülés, akár a Rorátem misére, akár a Szent miséken való igazi várakozási részvétel, úgy, hogy mellettem mondjuk ott van az állvány? Amikor ide kerültem 6 éve, nem volt Roráté mise Bodajkon, vagy volt, csak estére volt téve, hát az nem Roráté, ugye. És meghirdettük, és nagyon döbbenettel éli meg az ember, hogy egy 3500-as kis településem, megtelik reggel a templom, 6 órakor van minden nap hétvége kivételével szentmise. Most egy kicsit nehezebb, mert a templom építési terület, fel van szedve a padlózat nagy része, állványok és különböző eltakarások vannak, napi munkavégzés is folyik a templom mellett azt kötődően. Megbeszéltük a kivitelezővel, hogy ebben a hónapban maga abban a templomban lévő munkálatokat korlátozza, vagy nagyon minimálisra veszi, és így minden nap tudunk reggel szentmisét imádkozni. Szokás nálunk például, hogy a szentmise után van egy kis kávé, tea a gyerekeknek, kis reggeli. Ez idáig a konyha területén nagyon kényelmesen, hiszen egyben van építve a kegyhelyen a kegytemplom és a ferences volt kapucinus rendház. Könnyű volt oda menni, de mivel az egész alsó szint felújításra került, ezért most ott a folyosón állunk olyan körülmények között és olyan helyzetben, ami kicsit furának tűnik, de mégis jó érzés, hogy a hívek egy forró teával még utána ott maradnak, és kicsit a napindítás a szentmise után egy közös beszélgetéssel is zárul vagy indul. És biztos ők is ugyanígy várják, hogy elérkezzen a kis Jézus, mint hogy átadják végre a felújított formában megújult templomot. Térjünk egy kicsit vissza az adventre. Önöknél is vannak valami játékos Jézusvárási feladatok a kicsikéknek? Mi is sokat gondolkodtunk abban, hogy hogyan lehet az adventet a hétköznapok részévé tenni, az egyháznak a kultúráját, kultuszát, liturgiáját bevinni a hétköznapokba. Elindult a Szent Családjárás, azt hiszem ez már egyre több plébánián hagyomány, hogy megáldjuk ilyenkor advent első vasárnapján egy szép képet, egy faragott képet, és az elindul a családokhoz, és körbejár. Volt a gyerekeknek is játékunk, most idén a felújítás miatt nagyon nehéz, mert meghirdettük egyik évben, hogy a gyerekek minisztrálása miatt lehet szerezni pontokat, vagy kereszteket egy listán, és a legtöbbet minisztrál gyerekek ajándékot kaptak a karácsonyi miséhez kötődően. Ez egy nagyon szép verseny alakult ki, amely azt gondolom nem idegen az egyház életében, vagy egy jó értelembe vett versengés alakult ki a gyerekek között. És gondoltunk egy pár éve, amit idén, tavaly is már megvalósítottunk, idén is úgy néz ki, hogy ez össze fog jönni, hogy 24-én két projekttel készülünk. Egyrészt a pásztorjátékba bevontuk a felnőtteket. Tavaly például egy fiatal jegyes házas pár játszotta József és Mária történetét, vagy ők voltak maguk a főszereplők. Persze a gyerekek is ott voltak a maguk szerepeiben, és nagyon jó volt ez az egység, ez az összesség, hiszen a próbák alatt is, és a későbbiekben is egy nagyon nagy magas színvonalú betlehemest játékot tudtunk összerakni. És 24-én pedig meghirdettük, hogy rászoruló családokhoz szeretnénk szervezni családokat. Tehát délután vagy este a legszentebb időpontokban szeretnénk kérni, hogy egy-egy tálca süteménnyel, nagyon kis csekély ajándékkal, az idő ajándékával megszervezzük, hogy egy jobb módú vagy átlag életet élő család eljusson egy olyan szegény családhoz, ahol tényleg nincs ünnepi vacsora, nincs ünnepi asztal, és hogy ott együtt töltsenek egy kis időt, egy kis éneklésben, beszélgetésben, meglátogatásban. És ez tavaly már elindult, úgy néz ki, hogy ennek lesz idén is jó szép lehetősége. És Tamás, hogy említetted, hogy nem csak a bodajki hívek lelke felett őrködsz, hanem több mint 10 vagy 15 települést látsz még el, ki segít neked ebben a munkában? Pontosabban 16 bodajkal együtt a települések száma, megjegyezni is nehéz. Most nagy ajándék, hogy egy kis papi közösségben tudjuk ezt a munkát végezni. Van egy káplánatya, aki disponálva van, és jó magam, aki aktív dispozícióval rendelkezünk, mint plébános. És emellett van két kisegítő atya, az egyik volt nyugdíjas atya, a plébános atya volt Bodajkon. Őt felkaroltuk mi fiatalok, Horváth József atyáról van szó, egy nagyon áldott ember és nagyon szeretetre méltó ember, most volt a 75. születésnapja, egy nagyon szép meglepetés ünnepséggel készültünk, minket is
meglepett az az öröm, amely a híveket hívek összességében jelentette az ő köszöntését. És van még egy idős atya, aki szintén bekéletőzött hozzánk, és Zámolyon lakik, Cselik László atya a személyében, akit nagyon szeretettel, nagyon itt is megköszönöm az ő munkáját, hiszen 70 év felett még vállalja, hogy egy-két faluba eljár, illetve a zámoly híveknek ott van a mindennapjaikban. Illetve egy állandó diákonus atya van még, Szentrei Mihály atya személyében, aki szintén sokat segítő, családos ember, hitoktatásban, pasztorációban, programok szervezésében, hogy 4, illetve hát 5 klerikussal látjuk el most ezt a 16 települést. Ehhez kívánok erőt és kitartást, ugyanígy az építkezéshez is, és áldott ünnepeket kívánok, Tamás. Viszont kívánom. Köszönjük szépen, hogy itt volt.